Sziasztok! Kijöttünk megkóstolni az epret. Mindenki itt van. Levike, hol az eper? Ott? Megkóstolod? Igen. De utána el kell mondani, hogy milyen ízű volt, jó? Jó ízű most lesz. Csak jó ízű lesz? Nagyon úgy tűnik. Szép kis eper. Apa leveszi. Így. Levetted! Itt a szép kis eper. Le ne pottyanj. Tessék. Leveszem. Egy ilyen. Tessék. Levi? Levi? Hú, de sok lepünk le. Na harapjál. Semmi baj. Így. Tessék. Nem, nem. Úgy. Úgy harapjál. Azaz. Úgy, az nem kell. Na? Milyen ízű? Jó. Petra, megkóstolod? Na. Apa? Apa is kóstolja meg? De ne pottyanj. Jó. Jó, finom. Na tessék, megeheted. Egy darabot hagyjál anyának. Jó? Harap ketté. Felét bevisszük anyának, oké? Okay? Úgy egy nagyot. Azaz. Fincsi? Ezt bevisszük anyának? Jó. Oké. Na, mit csinálunk most, Petra? Megetetjük a halacskákat, igaz? A harcsákat. Mit adunk nekik enni? Mi van abba? Halucán. Az kárász. Darabok, hal darabok, igaz? Na és csak leveszem minden a takarót. Így, oda bele. Mindet. Mindegyik benne van? Jó, és mit adsz még hozzá? Egy jó, nagy, marék haltápot. Haltápot is. Na, tegyél egy marék haltápot is. Úgy, elég, elég, köszönjük. Jó, hát most visszateszed. Apa visszazárja rájuk az árnyékolót. És kész vagyunk. Most, hogy túl vagyunk ezen a kis bevezetőn, nézzünk szét egy kicsit felnőtt szemmel. Az a kapóniában. Ő az a sarok, amit ritkán láttok. Minden búrjázik, sajnos a borsó az teljesen önjáró lett, és nem is nagyon tudok vele mit kezdeni. Nem fecolok bele energiát, majd leszeregetem a borsót, akkor jó lesz. Ki tudom bontani egy kézzel a borsót vajon? Ilyen borsó szemek vannak benne, nagyon finom édes borsó. Jó ízű. Itt középen, ugye itt van egy kis faiskolám, ami málna szőlő és szeder. Ez ugye egy szeder. Ő a málna. Látszik, hogy hajtanak a szőlők is. Itt is. Ezeket majd szeretném kiültetni, igazából ez egy kísérlet. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Itt vannak ugye az eprek. Egy katica lárva. Még egy katica lárva. Úgyhogy lesz utánpótlás. Nagyon úgy tűnik, hogy ezek harlekin katicák. Hát igazából nem tudok nagyon mit csinálni velük. A hagymáim elkapták a fonalat. A retkekkel továbbra is bajom van, mert inkább levelet lömesztenek, mint gumót. A saláták sajnos túlnőttek, nem bírtunk eleget fogyasztani belőle. De most igyekszünk majd a következő pár napban salátát salátával lenni, és akkor el tudjuk ezt a rengeteget tüntetni. Van egy óriási kaprom, a kapor nagyon nehéz dolog volt, mert mint ahogy a szabadföldön itt is nagyon nehezen kapaszkodik meg. De ha megkapaszkodott, akkor így nő. Van rajta egy kis szürke penész, azt nem tudom micsoda, de majd meglátjuk. Csak azért, hogy lássátok, hogy milyen vastag a szára. Igazából már ki kellett volna venni, de most már meghagyom, hogy ott hozza a virágokat, virágozzon föl, mert ha ez az egy kapormag itt jól érzi magát, akkor ennek a gyerekei is jól fogják érezni magukat. A káposztákat szanaszéjjel ültettem, mert rengeteg volt belőle, és nagyon elfogyták a napfényt. Egy része kintre is jutott, más része itt benn maradt különböző ágyásokba szétültetve. Itt van egy nagyon régi zellerem, ami megint csak egy óriás. Ez a levele.
De azt is szeretném megvárni, hogy felmagzon, és akkor ebből a magból is eltenni. Újdonság is van. Ezek a picik, amik itt vannak, ők rukkolák. Nagyon kíváncsi vagyok. Két nap alatt keltek ki, ez egy salátaféle. Nagyon finom, tormás, kicsit csípős íze van, és nagyon drága. Nézzünk be a haltartályba. Hát, ha látunk valamit. Reményem szerint, ott hasonlnak a harcsák, illetve itt van egy kisebb harcsa. Ő volt az, akit később kaptam, és nagyon pici volt, nem mertem közé rakni a többieknek. De úgy néz ki, hogy itt a nagyokkal jól érzi magát. Ott is hasonl egy másik harcsa, sajnos nem látom, hogy látjuk-e. Na várjál, ezt próbálok. Látjátok, ott hasonl egy harcsa. Pisztángok jól vannak, nagyon kövérek. Őrületesen nőnek. A cső. Hát, bőven fél kiló felett van, aki túlélte ezt a kis havárját. Ebben a kicsi kosárban vannak az amúrjaim. Ők jól érzik magukat. Az a kis apró fekete pontok, az az ürülőjük. Ebből az egyenes következő, hogy valamit esznek. Hát ez a saláta, amit meg borsóhéjak, amik be vannak itt a dolgba. Ők abból lesznek itt, jól érzik magukat. Ha a süllő megy, akkor majd átveszik a süllő helyét. Ez egy káposzta dzsungel, ez az ágyás. Hátul egyébként már... Na tehát hátul ott kell lennie már a paradicsomoknak. Ezek a tavaly eldobált paradicsom... kis paradicsomokból jöttek ki, tehát nem én palántáztam őket. Itt a káposzták meglettek erősen ritkítva, és elkezdenek fejesedni. Egyelőre úgy tűnik, jól érzik magukat. Ő az a káposztám, ami tavaly mióta benne maradt, és most az a cél, hogy magot szedjek belőle. Szépen éleli, rengeteg mag lesz belőle. Egy hektárra elég lenne talán. Ebben az ágyásban pedig mindenféle salátákat ültettünk, illetve a paradicsom palántjaim vannak benne. Ha minden igaz, akkor itt hátul uborkáknak kell jönniük, amiket még nyomát nem látjuk. Remélem elindulnak egyszer csak. Mindenhol egy kis káposzta van. Hát igen, ő a sóska, ami talán az egyik legnagyobb sikerem. Szóval ezek a levelek magukért beszélnek. Ide is raktam borsót, ugyanis az első előre ültetett borsók teljesen elkanászottak. Itt fel tudnak ugye futni az uborka hálóra, és tervek szerint be is fogják futni egészen a plafon. Úgyhogy ezzel nem lesz gond. Ő az egyetlen paradicsom, ami túlélte a telet. A szárán látszik azért, hogy nem volt egy nagy vidámság, de működik, és most újra elkezdett hajtani. Ő azért élte túl a telet, mert nagyon közel volt a hordóhoz, és a sugárzó hő pont annyit melegített rajta, hogy leszárította a leveleket, és nem rohadt le róla, nem fázott meg, mint a többiek. Hát ennyire penge pici apróságokon múlt ez a tél, hogy a paradicsomon bírta, vagy sem. Ott a virágja egyébként. Aha. Hát ez az ágy, ami a káposztáknak a tömkelege, és óriásira nőnek itt. Ez egy másik káposztafajta talán. Az igazság, hogy háromfélét vetettem, és fel van írva, hogy mihol van, de nagyon nem tartom számon, ha kell, előveszem. Annyira megnőttek, hogy egy kicsit mindent elnyomtak fény szempontjából. Ennek itt majoránának kéne lenni. Itt bazsalikomok jönnek, és az új dolog, amit csináltam a héten, azok ezek a kis fa növendékek, ugyanis vettem 3-4 kis fát kívülre, és ugye lemetszettem őket, elültettem, ahogy kell. és a kis lemetszett ágakból ide csináltam egy mini faiskolát. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fognak-e gyökerezni. Az biztos, hogy élnek. Az a megyfa ott hátul, az gyakorlatilag... Szóval hát itt a faiskolában van 2 hete leghátul egy megyfa, ami már bimbókkal érkezett, és most a virágok már úgy tűnik megtermékenyültek. Rendesen jól érzi magát, bár gyökere valószínűleg nem sok van. Elméletileg elképzelhető, hogy nem sokára akvapóniás megy is lesz. Nyilván a fákat ezekben a tartályokban hosszú ideig nem nagyon lehet tartani, de ilyen csemetekorukig abszolút működőképesek. Még egyet szeretnék mutatni. Az eprek pirulnak, ahogy kell. Bekukkantunk a harcsák közé. Mit értünk el? Hát a kaja még nagy víz itt van. A halak meg valahol ott hátul.
továbbra is bújócskáznak. Ugye ketté választottam a harcsáimat. Nagy részük maradt itt az összefolyó tartályban és sötétben. A kisebb rész pedig a pisztrángokkal összeköltözött. És ide is raktam nekik mindenféle bújócskákat. De aztán, hogy azokat kivettem, most úgy látom, talán bátrabbak lettek. Hát remélem előbb-utóbb elkezdenek. Na, hogy látjuk őket? Aha, ott bújtálok. Előbb-utóbb elkezdenek enni. A harcsa nagyon nehéz esett, mert nagyon nehéz neki stresszmentes környezetet biztosítani, és hát itt azért elég fényesek a vizek, nincs elég sötét neki. Igyekszünk. No, hát így tartunk. Még egy jó hír van. Könyvnek a kézirata olyan 90%-os állapotban van. Ez azt jelenti, hogy célegyenesben vagyunk. További szép napot, olvasgassátok a fórumot, mindenki építgesse a saját tesztrendszerét, igyekszem én is ott is segítgetni, amennyi időm van, a kapunisták hajrá!